Aj, ne legyél ilyen! A csodákban. A Somasó eheti vendége pedig Doppergés, Kasszás Erzsi, aki pedig nem ismerné Kasszás Erzsit, valójában az is ismeri Kasszás Erzsit, csak nem tudja, hogy ismeri őt. Kasszás Erzsi az a CBA által megkreált reklámszereplő, aki néhány héttel ezelőtt lesokkolta az internet népét egy ilyen boltban éneklős, táncolós videójával. Az én nevem a Kasszás Erzsi. Itt dolgozom, imádok én itt lenni, rendet tartok. Mindenki iszonyúan rápörgött a videóra, sokan ki is akadtak rajta, és csomó vicces átdolgozás is készült belőle, amiből az én kedvencem az a Kasszás Erzsi Goes Death Metal verzió volt. Az én nevem, ó, Kasszás Erzsi. Csak hogy világos legyen, se a CBA, se senki más nem támogatja ezt a videót, egész egyszerűen arra gondoltunk, hogy milyen funky lenne felkeresni a Kasszás Erzsit alakító színésznőt, akit úgy hívnak, hogy Balázs Andrea, és a Karinti Színháznak az egyik állandó színésze. Úgyhogy Andi, érkezünk, és lesz magic! Most érkeztünk meg a Karinti Színházba, és elkezdtünk beállni, hogy aztán egy óra múlva kezdődjön a forgatás. Szervusz, kedves Andi! Szia, Soma! Itt vagyunk ugye a Karinti Színházban, ahol te itt dolgozol egyébként. Igen. Ma este is előadásod lesz, igaz? Igen. Aminek a címe? Dunai Ferenc, a nadrág. És szereted csinálni? Imádom, én vagyok benne Ocsovai Magdolna, Radó Tamásné, Ocsovai Magdolna, káder feleség. A gonosz feleség az előbb hát azt mondta. Hát nem gonosz, csak nem kedves. Nem annyira kedves. Nem annyira kedves. No, nézzünk egy kis magicet, mit szólsz hozzá. Jó. Hoztam magammal egy csomagkártyát, figyelj, arra szeretnélek kérni, hogy egy csomagkártya, vizsgálj meg nyugodtan a dobozt. Jó? Jó, ez egy doboz. Odaadom, vizsgáld meg a kártyát, hoppá. Na, már kezdődik. Már kezdődik. Keverd meg, nyugodtan, vizsgáld meg, tehát, hogy... Figyelj, nagyon ügyes vagyok. Nagyon figyelj, 2-3 év tehetség, és kezdődik belőle. Igen, jó. Várjál, hopp, látod, ezt nem tudom. Oké, szerintem megnéztem. Nagyon jó. Na figyelj, csak arra szeretnélek kérni, hogy ebből a csomagkártyából következőt fogjuk csinálni. Én kiterítem. Igen. És az egyik lapra bármelyikre tedd rá az ujjad, és vedd el azt a lapot, amit választottál. Nézd meg, jegyezd meg a lapot, amit választottál, valamint hoztam magammal egy alkoholos filctollat, ezt odaadom neked, és anélkül, hogy látnám, a lapnak a képes oldalára, tehát az elejére, írd rá a keresztnevedet jó nagy betűkkel, jó? Bátran. De most micsoda, erre az oldalára? Nem, az elejére, igen. Igen, értette. Számos vagy figurás oldalára, úgy mondom. Érzem, hogy át. Erre azért van szükség, mert ebből egyetlen egy ilyen lap lesz az egész világon, az egész univerzumban. Ugye? Na volt erre, már árulod majd. Igen. Szabad elkérnem? Igen. Picit megszállítjuk a festéket. Figyelj, következő fog történni, betesszük a választott lapodat a csomagba, a csomagot pedig bele a dobozba. Igen. Feladat nagyon egyszerű. Kérlek, tedd ki a jobb kezedet. Oda, és fogd meg a csomagot. Jó? Igen. Nagyon jó. Nézd a szemembe. Igen, nyomoskodsz, mert látom. És kezdj el arra kérnélek, hogy igen? A választott aláírt lapodra fókuszálni. Jó. Koncentrálj a lapodra. Uh-huh. Jaj, ne legyél ilyen! Most, ha az lesz, megütlek. Csak mondom. Ez csak egy lap kiemelkedett a csomagban. Soma! Nyugodtan vizsgáld meg a dobozt!
vizsgáld meg a csomagkártyát. De én fogtam a kezembe. Ráírtam a nevemet erre a kártyára, beleraktam a dobozba, megfogtam a dobozt, és érezhetően nem ő nyúlt hozzá. Valahogy kijött belőle ez a lap. Mondom én, hogy mágus. Pápa Jóci szavaival élve démoni az ember. Mivel Andi játssza Kasszás Erzsi szerepét, ezért stílusosan valami olyan bolt vagy közért tematikájú trükköt szeretnék neki vinni, amire tényleg nem számít. Ehhez készültem egy ilyen rózsaszín ajándékos dobozzal, amiben valamilyen speciális dolgot rejtettünk be Andinak, de hogy mi van a dobozban, azt ti is csak a trükk végén fogjátok megtudni. No, itt vagyunk Kasszás Erzsi lakásában. Én a szemét. És már látod, ugye. Hát itt vagyunk a Karinti Színház színpadán, a díszletben, és ez lesz a ma esti előadás. A férjem szeretőjének lakása. Igen, csak hogy rendet tegyünk a dolgokban. Figyelj csak, én hoztam neked egy kis szuvenírt ma. Igazából ezzel szeretném majd megköszönni neked, hogy segítettél a mai művészkedésben. Nem nyúl. Nincs benne bohóc, nem fog kiugrani semmi. De ezt még egy pillanatra félretenném, jó? A trükk végén elég lesz, hogyha ez a dobozhoz hozzányúlunk. Andi. Igen, Soma. Ha bemész egy közértbe. Igen. Ugye, Kasszás Erzsi szerepéhez hülyen maradva, hogyha bemész egy közértbe, akkor több száz, több ezer termék közül választhatsz. Uh-huh. Én arra szeretnélek kérni, hogy most húny be a szemed. Igen. Ne leskerődj. Igen. Sétálj be egy közértbe, és nézz körül. Láthatod a gyümölcsös osztályt, húspultokat, italokat, pékárukat. Arra kérnélek, hogy indulj el a sorok között. Igen. És majd állj meg az egyik sornál, és vegyél le egy terméket. Terméket, amit te választottál, azt vedd le a polcról, és indulj el kifele az áruházból. Persze, fizess előtte. Viszontlátásra. Megvan? Nyisd ki a szemed. Ugye? Tehát bementél az áruházba, és ezt a valamit, amire gondoltál, ezt levetted a polcról. Igen. Csak hogy világos legyen a videónézőnek, nem beszéltünk össze, ugye? Nem mondtam meg, hogy milyen terméket válasz. Nem, egyáltalán nem. De rád borítom az asztalat, mert érzem, hogy baj lesz. Igen? Figyelj csak, választhattál volna, mit tudom, pepperónis fagyasztott pizzát, vagy skandináv lazacot, vagy éppen valamilyen WC-papírt. De benne volt, hogy bármilyen terméket választasz, igaz? Igen. Először hangosan nevezd meg, hogy milyen terméket választottál. Gyümölcssalátakonzerv? Igen. Hát izgalmas termék. Mondtam, hogy hoztam neked egy ajándékot a trükk elején. Ha benne van a dobozba, a fejet ez is vágom. Én nem akarok hozzányúlni a dobozhoz, hogy azt nem mondd, hogy valamit is susmusoltam. Húzd magadhoz közel a dobozt, nyisd ki, és nézd meg, hogy milyen ajándékot hoztam neked. Nem! Ezt most nem... Hogy? Miért? Miért tetted ezt velem? Kivettem a dobozból egy gyümölcskonzervet. Hogy? Miért? Miért? Miért nem választottam a bármilyen terméket? Ezt fogom emlédelni. Épp egy stúdiózásról tartok visszafel az irodámba, és vezetés közben egy olyan trükk jutott eszembe, tulajdonképpen egy kártyatrükk, amit meg lehetne csinálni Andival majd a forgatáson. Most beszéltem fél órát egy kollégámmal, hogy mi a véleménye róla, és úgy néz ki, hogy találtunk egy olyan metódust, ahogy a dolgot kivitelezni lehetne. Tulajdonképpen még van néhány napunk, hogy felkészüljünk a dologra, szóval időben vagyunk. Necces a dolog, de ha összejön, akkor tényleg szerintem nagyot fog ütni. Kedves Andi! Igen? Egy csomagkártyában 52 különböző lap van. Kör, káró, pik és treff, tehát négy részre oszolnak. Egy lap már látom is van a fejedben. Igen. De rám van írva, vagy honnan tudom? Ja, jó, bocsánat. Hát végülis ebből élek. Igen, így könnyű. Igen?
Én meg fogom próbálni valamilyen speciális módon kitalálni, hogy milyen lapot választom. Uh-huh. Egyet nevez meg, jó? A csomagkártyából. Pik hetes? Uh-huh. Hoztam ajándékba neked ezt a gyümölcskonzervet, igaz? Nézd csak. Alján soha nem volt kinyitva, igaz? Teteje soha nem volt kinyitva, igaz? Igen. Megkérdezlek, hogy nyisd ki a konzervet? Nézd csak. Hoztam magam egy tálat. A konzerv egyébként teljesen tökéletesen üres. A konzervben egyetlen egy kártyalap van. Milyen más? Én rád borítom. Ez hogy történhetett? Micsoda? Teljesen önszántamból gondoltam a PIK 7-esre, tehát senki ebben nem szólt bele, de miután kiborított a gyümölcssalátát, benne volt a lap. Mágus, Somály mágus. El kell fogadni. De hogy? Ez a kérdés. De hogy? Ha tetszett, amit láttál, nyomj egy lájkot, azt mindig értékeljük, valamint iratkozz fel a csatornámra. Feliratkozásnál pedig ne felejts el ráklikkelni a feliratkozó gomb melletti pici harang ikonra, mert hogy a YouTube csak így garantálja, hogy eljutatja neked azokat a videókat, amiket én neked készítek. Következő alkalommal találkozunk, szevasztok!